mindenkit, Martin vagyok, és ez egy újabb ETS 2 módbemutatós videó. Ebben a videóban az International 9400i amerikai származású nyerges vontatót fog nektek bemutatni. Ezt a nyerges vontatót a www.ets2.lt weboldalon tudjátok letölteni, de lehet, hogy ki fogom linkelni a leírásba. Az International-t Volvo kereskedésben tudjátok megvásárolni. Nézzünk egy online vásárlást. IT és van International 9400i. Na akkor szabjuk testre a kamiont. Fülkét nem tudunk változtatni rajta, sem alvázat, de viszont rengeteg motor közül tudunk választani. Caterpillar C13-assal tudjuk megvásárolni a kamiont. Ez a legalapabb motor. Na, azt mondja, hogy van egy 600 lóerős Caterpillar C15-ös, ez egyik kedvenc motorom. Biztos, hogy ezt fog megvásárolni. Hát akkor jobb váltót megvesszük bele. Van ez 18 sebességes. Egyébként a belsője nagyon jól néz ki. Szépen ki van dolgozva. Bár nekem az International embléma valahogy hiányzik, vagy nem tudom. Lehet ez csak az én. Van gyári alapfestésre? Ez jól néz ki. Nem, sima ezért nem rakok rá. Jó, akkor ezt megvesszük. Ezt szint nem lehet változtatni sajnos. Na, a kiegészítő elemek. De hol is kezdjük? Kezdjük hátul. Most lehet a gumiknál kéne kezdenem. Nézzük meg. Ugye ez halkabb. Meg C minősítésű az üzemanyag csak izéje. Mely ez a... Hirtelen akartam mondani. Szóval üzemanyag takarékosság szempontjából jobb. Hát jó, megveszük rá. 1.300.000 egy gumi. Jó. Na, oké, mindegy, megveszük rá, teli vagyunk lóvéval. Na, felni. Hát, nyilván nem egy 18-os BBS alufelni fogunk rávenni. Ez sem néz ki rosszul. Legyen fekete. Na. Ez nem rossz. Jó. Van chrome custom. Másképpen nem tudok feketét venni. Aha. Akkor lehet itt is chrome felni lesz. Ha van. Aha. Nem tudom, melyik néz ki jobban. Na, jó lesz ez. Oké, akkor ide is megveszünk a chrome felnit. Hátra. Zsír. Jó. Akkor itt elve meg vagyunk. Ja, igen, itt a másik oldali felnik. Akkor ezek szerint automatikusan azt is kicserélte. Gumik itt is megvannak. Jó, jó. Oké. Hátsó része megvan a kamionnak. Na, nézzük az elejét. Visszapillantó tükröket nem tudom pluszba venni rá. Viszont tudom venni rá ilyen szélterelőt. És én szerintem meg is veszem rá, mert így jobban néz ki a kamion vele. Ez a belseje. Gumik. Aha. Ezt megveszik, akkor tudunk rávenni fényvisszaverőket, meg mi ez a... Jaj, Istenem, mindig ha gyorsan ki akarom mondani, szóval helyzetjelzőket tudunk rávenni. Ahogy látom, itt nagyon sok dologban nem tudunk választani. Akkor szépen így végig rakosgatjuk, majd legyenek ilyen szünetek. Oké. És akkor lehet oda majd kéket veszek rá, ha van. Jó. Ezzel el lehet játszani ideig egyébként. Jó. Lóval lehet rájött venni. Ide. Hogy nincsen kék. Ajjaj. Mindegy. De jó lesz ez így. Még ide berakunk egyet. Hogy arányos legyen. Nézzük meg.
Zsír. A másik oldalt ugyanezt megcsináljuk. Oké. Meg vagyunk. Nagyszerű. Viszont lehet rakok lámpákat inkább. Na. Hát nem tudom, hogy hűtőmaszkot, szóval ezt nem veszek rá. Szóval ez értelmetlen. Csak gumik vannak. Na nézzük meg a belsejét. Na. Tudunk venni egy GPS-t. Legyen két GPS-ünk. Nem, az jó oda. Tudunk rávenni napszemcsit, mobiltelefont, amik az ott flash, megrágolt sajtos, sonkás szendvics, pénztárca. Mint ez jól néz ki ez a havajos cucc. Van pénztárca, napszemcsi. Na, talán veszek ilyen havajos babát. Jó. Aha. Ó, nagyszerű, itt lehet venni izéket. Ilyen zászlókat, nem tudom még ezek. Na, a GPS-t akartam. Jó, ezt töröljük, ez nem kell. Szóltam törölni. Itt jó. Másfélét veszek rá, mert ez zavaró. Ez nagyszerű, és itt tudok venni mindenféle dolgot. DAF, Iveco, MAN nem kell, Renault végképp nem. American Truck. Jó, oké. Kapni egy Eurotruckot is, már. Csak remélem, ezek nem lesznek idegesítőek vezetés közben. Mert ugye egy Eurotruckos elég lenne. Nagyon szintem is. Jó, oké. Egy is tudom rakni bögrét, sapkát, pénztárcát, jó, itt a napszemcsi elfér. Laptopot a ülésre. Ez nem egy férfi táska. Nem is mondom, hogy kihagyta itt az előző fuvarról. Ha. Na. Nyitunk rá a nézét, hűtőtáskát. És igazából így ennyi lenne a belsőnek a feltanulása. Ó, nem, itt még van. Egy jó dobókocka. Ez a halálfejez flash. Hát, diszkőjön, jó lesz. Ah, és van függöny. Hát, én ezeket nem szeretem, mert ezek csak általában zavarnak engem a vezetésben. Hát ennyi lett volna a kamion feltuningolása. Vegyük is meg ezt a szépséget. Vásárlás, 45 milla. Hát, amúgy egyébként nem drágább, mint egy európai kamion. Itt van kamionom. Itt vannak üres helyeim, nagyszerű. Na. Azt mondja, hogy vigyük is el egy tesztkörre a kamiont. Szóval így fotomód segítségével meg tudjuk nézni a kamiont közelebbről. Így ránnézésre egyébként tökéletes a kamion. De azért nézzük meg közelebbről. Én konkrét hibát én nem látok a textúrákon. Egy eszméletlen, gyönyörű munkáról van szó. Hogy a kábelek is itt ki vannak dolgozva. Tényleg egyszerűen zseniális ez a mód. És elég nagy pontszámot fogok majd adni a videó végén neki. És nézzük meg a belsejét. Belseje tök kultúrát. Egyetlen egy hibát találtam a belsejébe, hogy a bajusz kapcsolók nem mozognak, amikor indexelek, de tényleg ez minimális hiba. Nagyon tetszik, hogy mozognak benne a dolgok, a műszerfalon, a Hawaii baba, a Eurotruckos zászló és a diszkógömb, tükrökből jól lehet látni. Bár mondjuk nem tudom, hogy ez itt lehet ilyen sötételős üveg van rajta. Vagy lehet, hogy bár nem hiszem.
F4-el állítok kicsit az üléseken. Nem. Azt mondja, hogy így jó lesz. De egyébként jó, mert nem zavaró. Egész szép módról beszélünk. Biztos, hogy benne fogom hagyni a játékban. És mutatok valamit, csak gyors félreállok. Ugye itt nem szabadna félreállni, de most csak egy mód bemutató videó van. Hátra lehet jönni a pihenő fülkébe, ha az egeret mozgatjuk. Utoljára a Peterbilt 389-ban láttam ilyet. Azaz a 389-es speedbe. Arról ugye van videó, amikor mentem valami arab országba. Tényleg zseniális ez a mód, ezek, nem tudom mik ezek a pálcák itt levegőbe, de tényleg ezek ilyen nagyon minimális, hogy ilyen bugok, hogy szerintem észre se lehet venni. Meg le is szarja az ember, hogyha ilyenek vannak benne, egyébként nem zavaró, mert itt van mögöttünk, szóval. Hát egyedül problémám, hogy a bajuszkarcsok nem mozognak. Szóval tényleg a módra én így egy 9 és felet adok. Egy eszméletlen, gyönyörű munkáról van szó. Na nézzük meg a lámpák, hogy működnek-e. Ref megy, ref működik. Lámpák működnek nagyszerűen. Ezért megnézem, nagyszerű. És világít a izém is, de jó. És a hangja is jó kívülről. Hallgassuk is meg. A hang nem is zavaró. Bentről alig hallunk valamit a motorhangból. Tényleg nagyon szép munka. Ami most nézem, hogy fölkapcsolom a lámpát fullra, ott a műszerfalon az egyik gomb felugrik. De jó, ezt nem is vettem eddig észre. Ja, nem, ez a refi, aha. Például... Azt hittem, hogy például az ablaktörlöknél is felugrik egy gomb. Jó, mindegy, ezek ilyen apróságok, de egyébként ezek az apróságok tudnak engem megvenni egyébként. Szóval tényleg egy gyönyörű módról van szó. Én mindenkinek ajánlom. Még egyszer elmondom, hogy én 9,5 pontot adok a 10-ből. Ez egy elég magas szám. És ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek. És ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Előre is köszönöm szépen. További szép napot, sziasztok!